Akkor ez A csoport. Vagy A csoporthoz kirándulunk, mert hogy A csoportos mérkőzés következik Joe Cullen, illetve Gabriel Clemens között. Tehát egy angol és egy német játszik egymás ellen. Ebben a csoportban van még rajtuk kívül Van Gerwen, illetve Adam Hunt. És hát ez az egyik legkiegyenlítettebbnek ígérkező mérkőzés a fogadóirodák szerint. Cullennek 1-7-es az otsza, Clemensnek pedig 2,1-es. Tehát itt azért egymáshoz meglehetősen közeli otszok vannak. A többi mérkőzése nem annyira jellemző ez a fajta kiegyenlítettség, legalábbis papírforma szerint. Hát aztán lehetséges, hogy pont az ellenkezőit látjuk egy sima mérkőzést. Előfordulhat. Előfordulhat. Azt kell tudni, hogy most a Winter Series-en ez a két játékos szenzációsan játszott. Nagyon jó. Sőt, azt tudom mondani, hogy Cullen még fordulót is tudott nyerni. Ezért az nagyon kemény dolog, hogy valaki eljut odáig ezeken az árt versenyeken. Raspberry a kommentátor, tehát Clemens pedig és kezd. Clemens kezd. Vagy speaker. 96. Ez kommentátor, speaker között azért van különbség. Bár a kommentátort szokták speakernek nevezni, de a darts speakert nem szokták kommentátornak nevezni. Az a lényeg, hogy mi tudjuk, hogy ők tudják. Mi tudjuk, hogy ők tudják. 45-ös. De gyorsan még, amíg bele nem lendülnek, csak egy kérdés, mert több nézőn kérdezi. Ugye lehetett látni, hogy délután az egyik mérkőzésen volt némi, hát finoman szólva incidens, vagy nem is tudom, minek nevezünk, furcsa megnyilvánulás Gary Anderson részéről, mert Gavlással nem ökölpacsizott, meg mikor dobott egy 180-at utána, elég fura reakciója volt a cseh játékos irányába. Na lényeg az, hogy a nézőink kérdezik, hogy mi történt, mert szemlátomást volt valamiféle affér. Igen, azt kell tudni, hogy ugye arra panaszkodott, hogy sokat szipog, és azért beszélt, hogy ez már a darts már nem olyan, mint volt, mert hogy jó pár játékos van, akik túl sokat szipognak. Most nem tudom szebben mondani. A tesztelésre beszélt, hogy lehet, hogy még egyszer le kéne tesztelni. Covidra. Igen, és közben a bolyszerúdja a 124-et. Tehát az az egyetlen egy probléma van, hogy ugye megmondom őszintén, hogy megnézem holnapra, bele fogok olvasni, hogy a nem szerződtetett játékosokra is hogyan vonatkoznak a doping szabályok egyébként. De tényleg mostanában nagyon sok játékos szokott élni, vagyis nem, azt nem mondom, hogy nagyon sok, de van pár játékos, aki szokott élni ilyen enyhén tudatmódosító eszközökkel. Erre célzott egyébként Gary Anderson, az én olvasatomban egyébként, de egy kicsit egyébként. Az volt a lényeges, hogy túl sokat szipogott mögötte. Azért mondta neki Gary Anderson, hogy akkor le kell ennyire nátást, le kell tesztelni még egyszer. És akkor ezt lehet érteni úgy, ahogy volt. De hát azoknak a szerződtetett játékosoknál, ugye, akik ugye a top 128, aki a Pro Tour kártyát szerzett, ugye nekik már fontos ugye a vadás ellenőrzés. 170-re kerekített közbe Clemens. Most ő lesz az, aki visszabrékel. 44, 200, biztos hatnyila van 170-re. Levált 19-es, 17-es, nem, maradt le. 3-os tripla lett. 48, ez nem lett olyan acélos. Már nem sokat faragott belőle. 100-as. Ez két nyilas kiszálló, a másik búlos.
Vagy bullos, vagy sima duplás, de három. Megvan a tripla. Ó, eddig jó. Az is az jó. Is dupla hét. És megdobja. Megcsinálta a 122-t Clemens. Ide fricska, oda fricska. 124-122. Két magas kiszállóval kezdik. Rá is bólintott egyet Kalen. Ajjaj. 36. De rossz kezdés. Hihetetlen, hogy nem. Ott is elcsúszik az egyik az ötösbe. Na mindegy, lezárásként annyit csak, hogy ez mindig kiderül, és mindig elnyerik ezek a játékosok egyébként a méltó büntetésüket. Ugye nem először fordul elő ez. Egy idő után tudják egyébként, hogy kik azok a játékosok, akikre figyelni kell. És hát és ráadásul az Gary Anderson nem ma jött le a falvédőről. Se tegnap. Maradjunk abba. 140. Úgy szintén 140. Teljesen fej-fej mellett állnak. Még Clemensnél a kicsi előny. Ugye ő kezdett. Jön a tripla. 140 parádé. Parádé. 137-es. Ú, de jó, a változatos a kedvér. Egyébként most mennek fölfelé, hogy jó legyen az átlagú. Megvan a tripla. Nagyon szép, 32. 8-8. Bedobja! És Clemens vezet 2-1-re. Ó, de jó kezdés! Ott is jó. 100-as. Itt vannak az átlagok. Közel a 100-hoz. 100-as innen is. Igen. Az egy kicsit alatta van, az meg egy kissé fölötte. Levált és furcsa. Igen. Módon állt bele a tripla 19-be. Ó, megint egy ötös szektor, megint ugyanaz a baja, ott most jött. A segítség azért. Triplát dob Clemens elsőre, másodikra is. 180! A lehető legjobb pillanatba. 96. Ugye a helyszínről nem is beszéltünk, hogy Coventry-ben rendezik ezt a több mint egy hétig tartó Grand Slamot, Darts viadalt. Hoppá, és a ból! Nincs meg! De 77-et dobott, és 93-ra kell dobni a Kalennek. Egy tripla 19-szer kezd. Dupla 9. Nem dobja be! Ez most nagy hiba, mert brékelhet Clemens. Az megvan, és két nyíl a duplára, és be is dobja. 3-1 nagyot hibázott ezzel Kalen. Ráadásul Clemens kezdi a következő leget. Így van. Game on. És egyelőre úgy tűnik, hogy kitűnően kezdi. 95. Hát mondjuk közepesen kezdi. Na, viszont Kalen kimondotta, rosszul kezdi. Ilyen arcot már régen láttam tőle. Jött egy tripla, 96 így. Na végre, hogy elkezdte kiemelni a nyilakat. 100-as. Egymás alá ültette. 95-ös átlagon van Kellen, és 98-ason Gabriel Clemens. Ó, na ez a pech.
neki legalábbis, Kalennek viszont nagy szerencse, de hát hiába eldobja más szektorokba, és nem dob triplát utána. Levál, de nincs triplája, és nincs triplája most sem. Megint kap egy lehetőséget Kalen. Hát nem tud élni vele. Nem ám. 93-at azért összehozott azzal a tripla 18-al. Kellene nagyon a tripla neki, de nem dobja meg, így 100 fölött van, 112, nincs kiszállón Kalen, de jobb kiszállója lehet, mint Clemensnek. Hát így nem nagyon. Még rosszabb, mint Clemensé. Megvan a tripla. Az is, és a dupla 18, bedobja a 112. Maga biztosan dobja a duplákat. 4-1, egy lekkel Clemensnek. Tehát innen nagyon nagy fordításra lenne szüksége Kalennek. 180, lehet, hogy megkezdi. Zsinórban 4 leget kellene Kalennek nyerni. 97. Hát ez... Már hanyatszor megy neki oda? És ott jön a tripla. Igen. Százas. Na ez... Nagyon kellett itt, meg az is nagyon kellett, majd benne, mind a három benne van a triplában. 174 ugyanis, és így megy le 69-re. Mondjuk ez a kötelező, hogy ezt hozza, aztán utána kellene egy bravúr, egy brékleg. Mögötte 170-en állnak, 18-as, megvan is 32. Bedobja, 4-2, na most kellene a bravúr viszont Kalentől. Op. 83. Ez Kalen számára jó kezdés Clemenstől. Főleg így, hogy ki is használja. 180! Kezd belehúzni Kalen szépen. Hát ha innen megnyerni a meccset, hát az 1-4-ről óriási bravúr lenne. 180! Jön a válasz a túloldalról Clemenstől. 9-es táblácska lekerül, és jön egy 3-as dobás, aztán egy tripla 19-essel javít. 80 lett, teljesen egyformán. Uha! Bizonyám, jön egy újabb! 139! Most kezd bajba kerülni Kalen. Nem kis bajba, nagy bajba, mert eltéveszti a szektort. Miközben a Clemens már 100 alatt van. Óha! Lehet, hogy itt most el is dől minden. Megvan a tripla 19. Megvan a 10. Basszó! De hát még lesz biztos 3 nyila rá. Nyila, igen. Belehúz rendesen, 180! 12-re megy. Ki tudja dobni, meg tudja nyerni a mérkőzés, Clemens, 3 nyila van erre, és bedobja! 5-2, hiába hajrázott Kalen, csak hát elég hektikus volt itt a legen belüli játéka. És hát Clemens, nem ő volt az esélyesebb, hanem inkább Kalen, de most nem az esélyes nyert, hanem az esélytelenetnek tartott Clemens. Így állunk most, tehát kedves nézők, két mérkőzésen vagyunk túl, és szünet után pedig jön a folytatás.